szarvas. Falu. E szó hallatára sokakat megérint egy távoli érzés, mely a rohanó világon túl a békét őrzi. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Többen megszólítottak, hogy ha nem lehet csinálni semmit, akkor segítsek azoknak, akik szeretnének segíteni nekünk, csak valamiért tehetetlenek. Egy szentmisén voltam a múlt héten, és az atya föltette egy olyan kérdést anyájnak, anyáj felé, hogy mi az, ami fáj az embereknek. Elkezdtek pörögni a képek a fejembe. És valami azt mondta, hogy Csikós, ne kezd el sorolni. Ne arról beszéljünk, hogy mi történt, és mit, miért nem lehetett megcsinálni. Az embereknek biztatásra van szüksége. És úgy gondoltam, hogy egy üzenetet küldök, mivel a barátaim is kérték, hogy legyen egy kis remény, egy kis reménysugár arra, hogy a jövő évben már jobb lesz. Hát üzenem mindenkinek, hogy javaslatot teszek. Én egy kis ember vagyok, nem tehetek mást, csak javasolhatok. Igaz, 30 éven keresztül csak beszéltem, és sokan mondták azt, hogy hát úgyse foglalkozik vele senki. Hát nem baj, ha velem nem foglalkozik senki, de az üzenetet, amit most elküldök, ha mások is szeretnék majd, hogy megvalósuljon, akkor lehet, hogy majd válaszolni fognak rá. Szóval szeretném, ha Magyarországon 4.700.000 munkahely teremtődne jövőre, és ez a kis karácsonyi üzenet vidámságról, boldogságról és a reményről szólhatna majd. Nagyon megköszönöm azoknak az embereknek a segítségét, akik idáig is támogattak, elsősorban a bátorításukkal. Bérpolgármesterének kiemelten megköszönöm, hogy a mai napig fönntartja a fölajánlott 22 hektárt, ahol fölépíthetnénk a mintafalut, ami, ha elkészülne, prototípusa lehetne megyénként egy városkának, ahol belföldi és külföldi vendégeket fogadhatnának a megyeiek vendégül, hagyományőrző vetélkedőket lehetne csinálni negyedévente, és így negyedéven keresztül készülhetnének a míves emberek a különböző termékeikkel a vendégfogadásra. És a péntek, szombat, vasárnap tartandó kis rendezvényeken el tudnák adni a szalmakalapot, a fonott kosarat, a csizmát, a bekecset, és sorolhatnám azokat a termékeket, amiket a magyar minőségileg el tud készíteni, és a külföldi hírű vihetné hírünket, hogy mi újra vidáman, boldogan élünk. És talán majd lennének írók is, akik írnának arról, hogy a paraszt újra úgy dolgozik, hogy gyöngyözik a homlokán a veríték, de az arcán látszik, hogy örömmel dolgozik. Szóval szeretném, ha azok az emberek, akik egyetértenek velem, hírű vinnék, hogy a következő Európai Uniós pénz például megérkezhetne Magyarországra úgy is, hogy a mintafalu elkészítésére, és előre beharangozottan, hogy Magyarországon egy prototípust készítünk, hogyan lehetne munkahelyet teremteni mindegyik országban, ugyanúgy Afrikában, mint ahogy Magyarországon is. És akkor nem volna migráció, áttekinthetővé válnának a dolgok, korrupció, bűnmegelőzés volna, és lelki békében élhetnénk. Tudják, megsérültem egy kicsit. Szétszakadt a hasfalam. Úgyhogy most már nem annyira betont fésni szeretnék, hanem szeretném a szaktudásomat átadni fiataloknak, és ha igény van arra, hogy én esetleg bemutassam, hogy mit, hogyan szeretnék csinálni, akkor megköszönnék mindenkit, nek a nyilatkozatát, esetleg megkeresését, aki a honlapomon bejelenteni, hogy Csikós ne add föl, tartsák ki, és tényleg megkérdezzük a magyar vezetőinktől is, hogy előterjesztik-e az Európai Unió vezetői felé, hogy mire szeretnél kérni egy kis pénzt, mert tudják, a múlt évi aszálykára, műtrágya áremelésre és egyébre, szóval a lukak betömésére végre megkapta Magyarország azt a 6.700.000 milliárd eurót.
kimondani, és nagy ez a szám. Na most, ha a következő évben arra kapnánk ugyanekkor összeget, és előre bankszámlára utalva, hogy építőanyagot vihessünk a tüzéből előre, az elkészült munkákat kifizessük belőle, akkor elképzelhető, hogy pár százezer magamfajta szakember még fiatalokat taníthatna be, és egységesen haladhatnánk azon az ösvényen, amit én gyerekkorom óta keresek. Szeretném, ha az atyának a szavaira, hogy mi fáj a legjobban, csak jót kellene mondanom mostantól, mert most az fáj a legjobban, és még mindig, hogy nem segíthetek az embereken, nem csinálhatok, nem tehetek jót, mert nincs, aki azt mondja, Csikós, ilyen fából ekkora szekeret kéne építeni. Pedig az embereknek szüksége volna rá, hogy újra dolgozzanak. Az autó összeszerelésből és egyéb dolgokból nem lesz kenyér. De azok a termékek se biztos, hogy a legmegfelelőbbek, amire rá van írva, hogy ízfokozószer tartalmaz. És mikor a barátaim elém teszik a terméket, Csikós, idegmérget tartalmaz. Nem kéne ilyen dolgokat ennünk. Engedjék már meg, hogy Magyarországon elkészüljön a prototípusa az egészséges bioétkeztetésnek, a bioélelmiszertartásnak, és mivel van magyar szürke marhánk, mangalicánk, kendermagos tyúk tojásunk, amit ki lehetne még keltetni. Jó, nem csirkekeltetővel, és nem is biztos, hogy a gazdának kéne ráülni. De a magyar paraszt vagy a kendermagos tyúk tojását teszi be, a tegyük föl kis tyúk alá, vagy bármilyen költő állatka alá, és az mikor fölneveli a kendermagos csirkét, az tudja, hogy hogy kell majd fölnevelni az ő utódjait is. Én szeretném, ha amiről beszéltem, eljutna az Európai Unió vezetősége elé is, a nagyhatalmak vezetői elé is, és megköszönném, ha esetleg nyilatkoznának róla, hogy mi legyen a sorsom. Mert jelen pillanatban egy nagyon komoly megfázással és egy összevarrás előtti hasfallal ott tartok, hogy kellene egy kis biztatás. Mert ha lemegyek vidékre, az engem meglátó barátaim megölelnek, utána lehajtják a fejüket és azt mondják, Csikós, amit te szeretni, az jó, de ők ezt majd úgysem engedik. Ezt nyilatkozta egy köztársasági elnök is, igaz, 15 évvel ezelőtt. Csikós, mindannyian ezt szeretnénk, mondta. De vannak, akik ezt nem szeretnék. Na most én szeretném, ha az Európai Unió döntéshozói közül is kiderül neki az, aki nem szeretné, és szeretném, ha kiderülne az is, hogy a magyarságot állítólag képviselők közül is kiderülne, hogy kézfeltartással ki az, aki azt mondja, hogy a Csikós terveire szükséges egy kis támogatás esetleg összehozni. Esetleg szükséges volna pályázatírásra és tervkészítésre jogosultakat is küldeni a Csikóshoz. És jó volna, ha tudnám, hogy volt-e értelme élnem. Mert én hiszem, hogy ha ráléphetnék arra a kis ösvényre, és jó ember maradhatnák, és jó emberekkel közösen járhatnám ezt a kis ösvényt, akkor hiszem, hogy a nagyisten segedelmével egy mindenki által messziről látható széles út teremne, ahol végre nem kellene harcolnunk a gonosz lelkekkel szemben, a gonoszságot kisugallóval szemben, és elég volna napzártakor visszatekinteni a rendünkre. És ha e földi életem vége előtt kicsit megpihenhetnék majd, és láthatnám ezt a rendet, akkor a szívemben, lelkemben föltöltődve tudhatnám majd, hogy volt értelme az életemnek. Ezt a kicsi-nagyot szeretném megcsinálni. És ha valaki úgy gondolja, hogy érdemes volna támogatni, a nevelőanyám halála óta jóhiszemű, jogcím nélküli lakóként kezelve már bírósági felszólításom van, hogy még az egyszob összkomfortos budapesti lakhatásomat is el kell hagyni. Ennél kicsit nagyobb támogatás kellene, mint hogy itt tartsunk. Nem vártam azt, hogy az egy kerület polgármesteri hivatala ajándékba ad nekem egy egyszob összkomfortos lakást, de az egy kicsit rosszul esik,
hogy még ki is akarnak lakoltatni abból a lakásból, ahol nincs számlatartozásom. Én nem hiszem, hogy ilyen dolgokkal kellene foglalkozni egy olyan embernek, mint én. Elvégeztem pár munkát. Balesetmentesen levezettem pár százezer kilométert. Megmentettem egy pár embernek az életét. Jelen pillanatban ott tartok, hogy szeretnék egy telephelyet, szeretnék egy olyan jövőképet építeni, hogy olyan erős legyen a környezet, és a jó Istent arra kérem, hogy a tudatom olyan erős legyen, hogy mindenki megértse, hogy jót akarok mindenkinek az érdekében, hogy még a környezetemet is elkerülje a negatívum szikrája is. És nagyon szeretném, ha egészségem és erőm is volna ahhoz, hogy ezt végigcsinálhassam, megköszönném, hogy ha a honlapomon kapnák egy kis biztatást, hogy lássák azok az emberek, akik most még csak nevetnek rajtam, hogy már megint dumál egy paraszt, hogy van támogatottság annak, hogy valami legyen. Mert szerintem ideje volna, hogy a szabad akaratunkat úgy éltessük, hogy mindenkinek a javát szolgálja. Én szeretném úgy leélni a hátralévő életemet, hogy legalább mostantól tudhassam, hogy lesz járható út a jelenlegi járhatónál, és a jó Istent arra kérem, hogy azok, akik úgy kellett, hogy távozzanak-e földi életükből, hogy nem volt a számukra járható út, mint amit járniuk kellett, ha vétkeiket, bűneiket, gyengeségüket megbánták, kerülhessenek az örök világosságba, és lelki békében, szeretetben, fájdalommentesen élhessenek. És én kérem a Nagy Istent arra, hogy adjon nekem erőt, egészséget, hogy mostantól tudjam, mit kell észrevennem, mit nem kell észrevennem, mert sajnos nagyon mély pontra zuhant az emberiség. De én úgy érzem, hogy az emberiség többsége jót szeretne, és szeretne örömet szerezni ismerőseinek, szeretteinek, és szeretném, ha jót szeretnének ők is hagyni az utókorra, élhetőbbet. Boldog áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, boldog új esztendőt, áldás, áldás, áldás. Szerkeszarvas. Falu. E szó hallatára sokakat megérint egy távoli érzés, mely a rohanó világon túl a békét őrzi.